Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Szerda van, vagyis holnap kezdődik a kipakolás a 2024-es AMTS-re, amint természetesen képviseltetjük magunkat. Jó sok autóval, meg jó sok programmal lesz, drift taxi, bemutató, minden egyéb, viszont ennek van egy nagyon komoly logisztikai háttere, vagyis, hogy minden autó tiszta legyen, hogy minden autó elkészüljön, és hogy minden autó kiusson a Hung Expo területére. Mint azt látjátok, Dani a napokban végzett a drift taxi, az S600 drift taxi motorfelújításával, és most Rolanddal építik vissza a V12-est az autó elejébe. Már a motor fizikailag bent van a csövezéssel és a vezetékezéssel szívnak. És én meg, mivel irodista patkány vagyok, aki csak videókban szokott beszélni, meg autók mellett átsorogni, én meg takarítok, meg futárkodok. Te ma mit csináltál? Mit csináltál? Mindent. Én csináltam mindent. Igen, a Dani csinált mindent, én csak kevésbé mindent. Én tudom, mit csinált Roland. Mit csinált Roland? Vett egy ilyet a Lidl-be, mert járt arra, hogy az X5-be, amit beszéltünk a múltkor, hogy az üzemanyagkannából nem, mint a szegények leemelve, vagy lopócsővel fogjuk az üzemanyagot szivattyúzni, hanem... Persze, majd ott rázod mind volt. Így van. Ja, meg vettem zsugorcsöveket. Micsoda zsugorcső kész? De azt fogja kinni, hogy ez Parkside reklám. Nem. Csak jók a cuccaik egyébként is. Ilyet nem használtunk még, de kíváncsi vagyunk. Elvileg olyan, hogy beledugod a kábelt, van középen forrasztón, megmelegíted, és egybe zsugorcső is. Tökéletes, tökéletes. És összepasszolnak a dobozok is. Az meg a másik fele. Dani, amikor legutoljára jelentkeztünk be az AMTS előttről egy shortba, akkor kérdeztem, hogy mit csinálsz, és azt mondtad, pánikolok. A pánik szintje azóta nőtt, vagy csökkent? Nem szeretnék beszélni erről. Amúgy, figyelj, Siva mondta, ő nagyon megnyugtatott. Azt mondta, hogy nyugodj meg. Nem, az a te reszortod. Azt mondta, hogy a V12-nek csak a fele működik, akkor is 6 henger, szóval nagy baj nem lehet. Igen. Legyen ez a mai napi elmondat. Legyen. A pánik szintjét az jelzi, hogy délelőtt szerettük volna, hogyha jár a motor. Így van, nem tudom hány óra, de még nem jár. Mutasd meg a motorteret. Várjál, megmutatom az órát, 14:50, és megmutatom a motorteret. Na most én mérsékelten értek hozzá, egy szívósort, egy üzemanyagrendszert és egy gyújtás vezetékezést hiányolok. Amúgy nagyjából ennyi. Igen? Most feltermeltetjük vele. Igen, most feltermeltetjük vele az olajat egy kicsit, megmérünk rajta kompressziót, hogy a Daninak sikerült-e mindent a helyére rakni. Vagy nem mérünk kompressziót, mert nem tudom, hol a műszer. Vagy nem mérünk kompressziót, mert nincs. Úgy, biztos, hogy lesz benne kompresszió. Ez nem egy RX8. Úgyhogy, ha utána megvan, akkor vissza kell rakni. Vegyetek bögrét a webshopban, finomabb belőle a kávé. És pulcsikat az AMTS-en, hogyha jöttök. Nem szokott ilyen probléma lenni, hogy nem indul a C600, mert ugye áramtalanítva van és az aksiacér szokta bírni, viszont most nem indul sajnos, már gyújtáson sincsen elég áram. Szóval hátul Roland ügyködik, és teszteljük az egyik cuccot, amit most nemrég kaptunk a Popdir nevezetű forgalmazótól. Roland mondja a többit. Roland, mondd a többit. Mondanám, mivel keresem a polaritást. Nem káromkodhatsz. Tudom. Szoktam én. Mi a pacér nem káromkodhat? hogy miért nem legy rám aztán? Szerintem rá kell csíptetni. Igen. Próbálom. Dani, még nincs rajta! Jó, hallom. Na. Várjál. Ráraktuk. Kaptam. Elvileg be kell kapcsolni. Aztán! Hallod? Akad üzemanyag más. Zsebbika. Lehetünk? Ide lerakjuk. Na! Szinte! Szerintem menni fog neki. Milyen radikális folyamatnál? Nem én a podrás. Mindenki vegyen Popdirt, beindítja a V12-t is. Na várjatok!
kapcsolatban annyi fontos dolog, egyrészt, hogy ugye viszonylag sokan szoktátok kérdezni, hogyha látjátok az autót élőben, hogy miért vagy csúszik az égszín. Hogy annyira nagy ilyenkor az elektromos rendszernek a terhelése, hogy az ingadozó alapjárat így hidegen, ugye nagyon nagy kilengése van az alapjáratnak, emiatt meg csúszik, de amikor bemelegszik, akkor ez eltűnik, és sajnos nem tudjuk, mert hogyha tovább feszítjük a szíjat, akkor szakítja, szóval nem lehet tovább feszíteni, ez elérte a határát. Sajnos ez egy ilyen konstrukciós hiba. A másik meg ugye a bemutató közben után rendszeresen szoktatok odafutni, hogy folyik az autóból valami, az csak az szokott lenni, hogy ugye spricceljük a hűtőt, hogyha nem elég a hűtés, akkor egy külön gombbal Olivér rákapcsolja, és az eredetileg ablakmosó tartályból az ablakmosó spritznikkel stílusosan spricceljük a hűtőt, és ezzel nagyon jól visszaüti az autót. Szóval ez két ilyen közérdekű dolog, hogy igazából nincsen semmi baj az autónak tulajdonképpen. Ezek üzemszerű dolgok. Hogy ez ilyen. Javában pörög a készülődés az AMTS-re, és le kell mosni az autókat, úgyhogy eljött mind az autómosó webshophoz, ahol, ha minden igaz, már vár minket egy brutál nagynyomású mosó, ami ezt meg fogja könnyíteni. Most meg is nézzük. Ez a gép, ez nagyon pici. Azt vártam, hogy kérlek mutasd meg, hogy mekkora. Olyan, mint egy parti hűtő vagy, mint azok a bluetooth-os hangszórók, amiket kiraksz a kérdbe. Így van, ennek ez a lényege, hogy ilyen otthoni felhasználásra való kis kompakt gép, tehát gyakorlatilag felteszed a polcra, amikor szükség van rá, leveszed, de mégis a hobbi kategóriának azért ez a felső részébe tartozik, tehát már majdnem ipari, ugyanis ugye dupla kuplungos, kettő darab dupla fokozat. Kuplungos. Dupla kuplungos? Rajta automatika van rajta? Mit jelent, hogy dupla kuplungos egy mosónál? Kettő fokozatban tud működni, illetve nagyobb a vízhozama. Tehát gyakorlatilag több vizet szállít, alacsonyabb nyomás mellett is. Ezt akartam kérdezni, hogy hogyan adják meg ezeknek a teljesítményét? A motor teljesítményét wattban, az általa kifejtett nyomást, vagy pedig a vízhozamban? Is, tehát kettő darab paraméter van egy motornál, ugye van a vízhozama, hogy gyakorlatilag egy perc alatt mennyi vizet szállít, mennyi vizet tud kinyomni, illetve van a bár, hogy ezt milyen nyomással teszi. Uh-huh. Jól hangzik. Akkor mondanál pár konkrét számot? Az ARX Speedbox 5-ösnek 150 watt a nyomása, a vízhozama pedig, mennyi a víz? 850 liter. 850 liter per perc. Per óra. Per óra. Így van. A perccel azért akkor... Per perccel azért egy köbös tartályt megtöltene egy perc alatt, majdnem, hogy tehát az eléggé durva lenne. Szénvágáshoz jó lenne. Igen. És ez itt tiszta vízzel dolgozik, vagy lehet esetleg beadagolni neki valamiféle tisztítószert? Nem ajánljuk, mindig úgy szoktuk csinálni, hogy a tiszta víz után tesszük magát a habosítót, és utána szórjuk ki már a vegyszerezett vizet, nem a gépen keresztül, de egyébként lehet neki adagolni, de nem ajánlatos. Szuper, nagyon szépen köszönjük, van jó pár koszos autónk, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy így az AMTS előtt hogyan teljesít, úgyhogy megyek meg aztán. Biztosan szerintem jó lesz. Órákon belül be is vetjük. Mit fogunk csinálni most közösen, Anti, ha meghúztam ezt a kettő kipufogó csavart? Én is kedvet kaptam a kipufogó csavarozáshoz, de nem! Elhoztuk az automosó webshoptól ezt a remek nagynyomású mosót, ami meglepően kicsi, de kipróbáljuk. Dani, azt mondták dupla kuplungos. Komolyan? Szeretem. Igen. A dupla kuplungos, de ez hogy nagy nyomású, ez tök kicsi. Igen. Ez kis nyomású, akkor azt a mindenkinek. Ugye? Van benne anyag? Nézzük meg, szomorú vagyok, hogy a Parkside-os tucat lecseréljük, de biztos vagyok benne, egy minőségben egy nagy előrelépés lesz. Kíváncsi. Hogyha Lidli azt szeretné, hogy ne cseréljük le, akkor a telefonszámunk itt van ide valami. Te telefonszámod. Le tudjuk szerinted mosni a fényezést a gonosz Swiftről? Az slagbel is le tudjuk mosni. Letisztítjük. Az, hogy esőben lett fényezve, festve, dekorálva, az igen, nem sokat segít rajta. Esőben 80% páratartalom van. Így van. No, tekintsük meg. Ezt majd létszős olvasd végig. Mindenképpen az összes nyelvet. Olvasni, igen. Remélem rajta van Ossan Street-ül is. Azt a mindegy neki, ez szerintem
Azt a mindenit, ugye? Ez kompakt. Parti hűtő, boombox. Azt a mindenit, és akkor... Figyeld! Én játszottam el a Ecosoft cleaning. Fast cleaning. Ja, bocsánat. És kikapcsolás. Ja, itt írja is rajta, hogy mik vannak. Azt igen, gondolom a dupla kuplungosságnak ehhez van köze, hogy mekkora nyomást tud előállítani. Igen. Ja, itt megvan rajta a ragasztás. A vízhozamot emlegették, amit most nem tudok fejből felidézni, de felvettük, tehát már elhangzott. Akkor ti tudni fogjátok, de mi sosem tudjuk, vagy csak ha megnézzük a saját videónkat. Vagy 580 hát, vagy 850. Vigyázó tekintetedet ide vessed is. Mennyire hogyha már, kompakt! Hogyha már te játszottál vele, akkor valószínűleg ez csak számomra újdonság, de ez... Na ez nem semmi, kérem szépen. Azt figyeld meg! Van benne szűrő. Kivehető szűrőbeték? Így van, cserélhető, gondolom fontos, hogy tiszta víz kerüljön bele, és itt van hozzá ide. És a slagot meg csak úgy rádugod, mint egy slagot. Így van. Ez, kérem szépen. Minőség. Minőség. Ez. Hát én most sokkot kaptam. Rányítottam a tüzet. Na és akkor most. Most jön, ami még nem volt, Anti. Ó, már remeg a kezembe. Így van. Na. Hallod? Lézerkard. Beállsz elé? Nagyon szíves, persze. De a kelyennel. Benne van a kulcs? Így. Kérdés, hogy melyik így van kevesebb, így van több, akkor maximális habozáson vagyunk. Ne habozzam ti! Ó, baszki! Ez az én dolgom! Megbeszéltük, hogy első körben az autó tetején nem habozzuk le. Lehet, hogy kevés benne a vegyszeré, nekem van egy ilyen érzésem. Pedig így tapogatva úgy tűnik, mintha. Lehet, hogy pont ez a probléma, hogy csak úgy tűnik, mintha. Na, a pórázatot szabadjára engedtem. Ez nem az a hatás, amire én számítottam őszintén, szóval ez valószínűleg a mi hibánk. Akartam mondani, hogy igen, hogy itt nagyon sokat segít, hogy elolvasnánk a jutót. Először jól hivatkoztál rá a loser manuált. És... Ja, ki is fogytunk nagyjából. Hát ez nem tartott sokáig. Ebből nem, ezért nem jön hab. Jó, ezt függetlenül a másik oldalát még megkínálom kicsit, meg a géptetőt, meg a lököst. Aztán legyen így. Akkor át kell állni a mosásra. Nem tudtam nem észrevenni, hogy amikor átad az autóra a gyújtást, akkor egy százas benzinszökőkút itt így... Versenytechnika, ez ilyen közvetlen befecskendezésű. Elfelejtettem kiszedni. Annyira közvetlen, hogy nincs szívósor. Ennél nem lehet közvetlenebb. Ezt nem lehet csúfolni szívósor befecskendezéses motornak, mert nincs. Gyönyörű ez a motor. Nem baj, Roland, megkeresi a biztosítékot, aztán jó lesz. Ránézek, és tudom, hogy a Mercedes az nem szívesen veszi, amikor a háborús múltjával jönnek, mint egy harci gépeket gyártott, de ránézek, és egy harckocsi motorra jut róla eszembe valamiért. Lehet, hogy ilyen hasonlóan kicsi motorok voltak azokban is, igen. Ott egy hengersor volt ekkora, de az egésznek a masszivitása, meg ahogy kinéz, tényleg egy ilyen nagy homogén. Leharcolt, azt akarod mondani? Nem. Tisztességben megöregedett. Így van. Nincs dolgod, eddig... hogy így könyökölsz? Nekem mindig van dolgom. Pánikolni például. Eddig a fél hengersorunkban már van kompresszió. 12 és 14 között vagyunk. Szerintem elfogadható. Mehet, Roland? Mindjárt érték? Igen. Néha. 104-ünk már van. Így van. Jó! 14! 14? Nagyon jó. Akkor már 7 hengerünk van. Jöttél cápázni? A síkosítás az mindig nagyon fontos, ezért az injektorokat bekenjük, hogy ne erőltesse Roland, hanem szépen becsusszanjon a helyére. Ez nagyon szépen csusszan. Teszi bele a benzinhídba. Ettől mindjárt lemegyek hídba. Hát ettől én is. Na, látjátok, ezért mondtam, hogy pánikolok, mikor Anti megkérdezte, hogy mit csinálok. Mert velük dolgozom. Kike, ez nem munka. Tudod, ja, mi a munka, nem. Amit gyűlölsz. Nem, ja. Hát a Dani az amúgy is csak baráti szívességből jár be, úgyhogy ez amúgy sem munka. Meg amúgy se értek semmihez. Hogy értsétek, múltkor jött egy komment, ahol megkérdezték, na, hogy várja, Dani nem. Ezért fizetést kap. Igen. Szóval reggelente felkelsz, nincs mit csinálod, és fölhívod Olivért, hogy bejöhetsz egy kicsit csavarozni. És aki azt mondja, hogy na nem bánom, de utoljára. Szia, uram. Nézd a GoPro-n keresztül, mi ez, Roland, mi ez?
Ez a vákumrajza a motornak. És próbáljuk megfejteni, hogy mi hova megy. Igen. A feladatot megnehezíti, hogy az ezer éves szétrepett vákumcsövek állnak mindenfele. De Antti, ez nem egy Mercedes, itt nem mehetünk semmi. És tönkre nem ment, csak elhasználódott. Így van. Ez nem ugyanaz? Hogy mondtad, tisztességgel megöregedett. Igen. Tisztességgel megöregedett vákumcsövek, amik olyanok, mint a Rinda Zero szalaga. És... nem, az szerintem puhább. Oldalról mentek oda. Mi? Itt jön. Mi? Az ez. Vákumban nem. Hoztam még kettőt, hová rakjam, hogy Mikhail, az tökéletes, köszönöm Pán. Nagyon szóval jelenleg négy ember dolgozik azon, hogy az M120-as motor összetett vákumrendszerét helyre tegyük. Jó, nincs benne benzin, nincs benne benzin, de a nyomást kinézd, valami nyomást, elhasszik-e. Az jó, akkor az van. Üzemanyagunk nincs. Indítsd be! Indítsd be! Na, mit csinálsz? Anti kolléga hazament, és itt hagyta nekünk a GoPro-t, hogyha beindul az autó, akkor csináljunk tartalmat róla. Beindult az autó. Ez fölvette hanggal? Nagyon jó. Jó, de ez az első indítás volt, tényleg akkor tudjuk használni. Mindegy, a lényeg az, hogy a Sonyval videóztunk közben a Bálna összerakós videóba, és timelapse módban volt, ezért hangot nem vettünk. Lényeg az, hogy most a ATF folyadékot a szervóba töltöm befele, mert beindítottuk. Szépen jár, miután rádobtuk a légtömegmérőt, fogalmam sincs továbbra se, hogy hány óra van, nagyjából ilyen 8 óra lehet szerda este. Hát nem tudom, van a GoPro-n is egy óra, van nálam is egy óra, nálad is van egy óra. Nálam nincs óra. Telefon nálad nincs nálam, óra? Meg óra sem, mert nem tudom már. Na, egész jó vagyunk. Akkor már csak össze kell rakni az autót, és mehetünk haza. Igen. És hogyha nem folyatom ide, akkor lehet, hogy a szépen letisztított motortér az tiszta is marad. Tegnap este ott hagytuk abba, hogy járt a motor, de hogy feltöltöttük fagyálóval, akkor a hengerfej hátoldalán egy csőcsatlakozóból elkezdett ömleni a hűtőközeg. Szétszedtük, a szívósort kellett leszedni, hogy hozzáférjünk, és kiszedtük egy ógyűrű igazából a ludas, ezt ma sikerült szerezni. Töltésünk se volt, ezért generátort is cseréltünk, azzal most végzett Roland. 11 óra 17 perc van, nagyjából egy óra lesz kb. Visszatenni tulajdonképpen körülbelül nagyjából. A szívósor, benzinhidat. A szívósort, így van. Tulajdonképpen mennyire izgulsz? Semennyire. Nem izgul, pánikol, az két külön érzés. A pánik az már elmúlt, annál azon túljutottunk. Az koszos a fejed amúgy, mitől? Van benne egy fél autó. Mert generátor cseréltem. Na mindegy, szóval az van, hogy igen, ennek most működnie kéne, mert nem működik, akkor motort kell cseréljünk ma az autóba, amit nem szeretnénk. De igen, van működő motor. Így van, egy gyönyörű ezüst színű bánában. Alig 200 ezeret futott. Így van. Na mindegy, ne is beszéljünk erről, mert nem ezt szeretnénk tenni. Én a gumit a jó előjelek nagyon jó lett az bevonzom. Ilyen jó lett az ógyűrű, amit sikerült vennünk. Szóval, ja, ez következik igen. Most. És közben gőzerőkkel készülődünk, a HDTK-en már fönt van a trélerem, mindjárt fölkerül. Nagyon szép hangja van, meglepően szép. Lehet, hogy beindítjuk és úgy fogjuk vinni. Igen, igen. V8-as hangja lesz a trélernek. Kultúrmisszió. Úgy akarok állni a lámpánál. Ja, lényegében ennyi, és akkor itt Bencsi segít közben feltölteni vízzel a lakóautót, mert idén viszünk is viszünk lakóautót, hogy ne hűljünk meg. Hogy ne legyen rossz, mint amilyen eddig volt, mert nagyon kényelmes volt, így boldogabb volt az életünk. De akkor lesz igazán boldog, hogyha az S600 működik. Akárhogy is, a Bálnának mennie kell, úgyhogy én már be is pakoltam a hétvégi gumiait ide a crafterba. És hevesen készülődünk, Benji takarítja az asztalokat, Roland akkumulátor cserél a C600-ban, itt pedig szép lassan épül vissza az üzemanyagrendszer, jól látom? Hát még attól odébb vagyunk, egyelőre az ógyűrűvel küzdök, ami tegnap erősen megszivatott ugye, de elkezdtük már összerakni, kész a generátorcsere, azt Roland szépen kivitelezte, és akkor most pedig már az összerakása. Az AMTS az 4 nap elég kemény meló, ugye tartalomgyártás, esetenként autószerelés, meg persze a drift taxi és a C600-os bemutató. Épp ezért Oliver kért egy lakóbuszt, azért, hogy egy kicsit kényelmesebbek tudjunk lenni,
a Pilis lakóautótól. Ez egy ilyen remet Ducati, Ducato. És nekem nagyon sokáig ellenérzésem volt ezekkel, mert emlékeztem, hogy milyenek voltak a 80-as évekből itt maradt romok gyerekkoromban. Viszont azért ez már nagyon nem az a liga. Hát hogy ez rendesen jól néz ki, rendesen otthonos, és tényleg az egész nap üvöltő driftautók, az egész nap áramló tömeg, és az egész napos hajtás után leülni egy kávéra, leülni megszerkeszteni egy videót, igazából tökéletes közeg, még úgy is, hogy nem utazunk vele sehova. De azért jó lenne vele utazni. Akkor az igazság pillanata. Nincsen! Van? Nincsen! Van meg! Mi nincs, Dani? Töltésünk nincsen! Azt mondom. Olajnyomásunk a plafonon. Ez jó. A töltés az nem úgy ír. Mi? Töltés az nem túl úgy ír. Nem. Elmondod a töltéspara hátterét? Nincs töltés. Nem tudom, hogy miért. Cseréltünk generátort, de nem oldotta meg a problémát, valószínűleg nincsen gerjesztésünk. Működik az S600, úgyhogy lesz taxizás. Még be kell kötnünk a kartergáz lecsapatot, az még nem végleges, illetve még a generátort kell megcsinálni, aminek remélem csak a gerjesztés a problémája. Mit csinálsz a gerjesztéssel? Begerjesztem. Ezzel a mosolyjal? A fél autó az arcodban van, úgyhogy igen, már nem tudom még amúgy mit csinálok vele pontosan, majd kiderül, hogy hogy fog működni. Lennék a rámpa helyében. Hát szép C-betűt hajtottál bele. Dani? Szia, Anti! Annyira belejöttél a 140-esből, hogy elkezdesz még egyet csinálni? Hát, unatkoztam, aztán elkezdtem bontani. Figyelj, most már nem pánikolok. Azon már túl vagyunk? Nem. Túl vagy már mindenem. Mi történik, mesél? Az AC az csak 11 órára jön meg, amit rendelni tudunk, ezért leszedjük egy működő autóról, mivel ez dupla AC és gépjármű. Sajnos csak az egyik megy, ahogy Oliver ment próbakört vele, mondta, hogy olyan, mint én, egy kicsit erőtlen, ezért elkezdtünk keresgélni. Várj, erőtlen, de szórakoztató? Ezt tőle kérdezd meg. Szóval az egyik AC nem megy a kettőből, és így a fele teljesítményünk van nagyjából. Ezt megoldjuk, aztán AMT-esen tala. Most már nem, hát nagyjából olyan érzés lehet. Szóval most már nem az autó alatt fekszek, most már az autó alatt állok. Ahogy látjátok, itt is csorog a benzin, ugye onnan kiszedtük a két AC-t, de úgy kompletten átvettük üzemanyagszűrővel együtt, és nem oldotta meg a problémát, szóval a második próbálkozásunk. Ott Roland bontja kifele a két darab új AC-nkat és az új darab, üzemanyagszűrőt. Szóval ez lesz a második próbálkozás, bízunk benne nagyon, hogy ez most már megoldja a problémát. Péntek 11 óra van, és nagyjából 2 órája a Hungexpon kéne lennünk a standunkon, de még itt csorgatjuk a benzint. És ha nagyon szerencsénk van, péntek 13-ra kiérünk.
Az én fejemben is megfordult, csak Rangon alulnak éreztem. Hát jól érezted, de Roland úgy látszik nem érezte annak. Szomorú vagyok egy kicsit. Hozzátett a naphoz? Megvan nem. Érzítve. Nem tett hozzá a naphoz. Ami hozzátesz a naphoz, az ez Antti nézzen, és mutatom a nézőinknek is. Nem én voltam, nagyon fontos. Nekem volt olyan utcai járós autóm, amin volt ilyen. Ez is egy utcai járós volt régen. Hát tényleg az voltam úgy. Tudom. Tippel nem kéne, ez nem egy Mercedes hegesztés. És nem is az enyém. Nem hegesztek szépen, de ennél azért szebben. Te mit árulsz, Antti? Vese máj. El. Elárul? Nem, belejtették. Én nem, te voltál. Akkor az ízésed le. Te mit is? Van másik. Igen. Ugye ezt beszoktuk tegnap is. Tehát ezek biztos, hogy rajta vannak. Nem, a benzinpumpa volt, illetve nem csak az. Pál! Lepadlózni le lehet. Gyere egy picit, kérlek! Nyomj egy padlógázt, légy szíves. Nyomjad? Hagyjad. Sajátja. Nyomj egy padlót és hagyd úgy. Nem megy tovább, akkor ennyi. Nem, ez ennyi. Jó, elengedheted, köszönöm. Csak hogy be tudod-e húzni teljesen. Nem oldotta meg az AC, hogy szerinted légtömegmérő lehet-e. Erőtlen tőle. Akkor a következő, hogy nem mi? Gondolom. Nem gondolom, hogy attól. Tomi? Ja? Ne, de meg kidobja. Szia. Halló, mit? Na, meg kéne, hogy menj gyorsan. A S600 Drift Taxi, M120. Megy, működik, megy minden henger, viszont gyenge a kocsi. Leforog 6000-ig, de lassan, mint hogyha mit tudom, ilyen 150 ló 200 lenne. Két AC pumpa van benne, nem lehet, hogy az egyik meghalt? Nem, már... Két újat rakunk. Ezen már nagyon túl vagyunk. Új. Igen. Üzemanyag szűrő is új. Nem néztük még ezeket. Aha. De olyan nincs, hogy háromszor rábaszunk erre, hogy nem működik egy AC. Nem. Szívó. A szívó, gyári. Gyári EQ. Gyári szívó. Hát figyelj, annyit tudok így hirtelenjében, hogy kéne mérjetek egy landa értéket, egy gyári gépetek van hozzá? Nincs. Nincs. Roland cserélt egy üzemanyagnyomás szabályzót. Nem az volt a probléma, úgyhogy most az ezüstből kiugrott egy légtömegmérő, és tesznek azzal egy próbát. Szerintem előbb. Nem ugrott. A kettőt, de minek? Ugyanaz? Nem. Semmi? Lök vissza, visszalököd, visszalöki. Nagyon rendes. Most jó. Kábel sem megnyugtató amúgy. Hát mindenki magának intézi.
Kütyüt tip. Áldozunk az egészség oltára. Beindult. Igen. Elmondtam, mi történt. Most minden is visszajön. Oda jutottunk, még nem szeretném elkiabálni, szóval inkább nem mondok semmit. Várjuk meg a tesztkört. Így van, megyünk egy tesztkört. Már sokszor gondoltuk, hogy célba értünk. Egy. Szurcé! Az volt jobb a probléma, hogy ugye beszéltünk szerintem korábban már a videóban erről, hogy Bovdennel húzza azt a felén a folytószelepet, az viszont elektromosan viszi át a jelet a másik felére, így van összekötve a két folytószelep, és a Bovdenes részén egyrészt nem ment vissza teljesen, és valószínűleg ott volt valami potméterbeli probléma a magába a folytószelepbe. Kicseréltük egy másikra, és végre megérkeztünk. Királyság. Még jó, hogy volt donorunk. Lenni a merci bontó. Igen, hogyha láttátok a videót az Ezüst bálnáról, ugye ami 7 évig állt és elővettük, még jó, hogy behoztuk, mert nagyjából szét is szedtük. És csak az egyetlen faceliftes, ja, amiből tudtunk dolgozni. Mármint, hogy a facelift előtti, mert az összes igen többi motorunk, meg az összes többi 600-as, amit mi elraktunk, az mind facelift utáni, amiben mások az alkatrészek. Az az egy facelift előtti 600-asunk volt, úgyhogy... És akkor az ámkérés? Megyünk. Úgyhogy holnaptól, ez mai videó? Ma este megy ki, igen. Szombattól ottali. Szombat reggeltől. Úgyhogy szombat reggeltől kín vagyunk. Bocsi mindenkinek, aki pénteken jött ki, sokan írtatok. Gyertek ki holnap is. Holnaptól vagyunk eskü. Megyek okra. Hol a trailer? Ezzel a lendülettel felállok. Nem úgy volt, hogy lábon mész ki? Hát, de az akkor mentem volna. Maradj itt. Tankolunk bele. Szombat reggeltől az AMTS-en. Jó lett, erős lett. Kakas lett. Leállítod, kérlek.